A tudományos élet tudja, hogy mit kellene tenni, hogyan kellene élnünk, tudja a kormányzat, és tudják az emberek is. Tudatos életmódra van szükség, és változtatásokra a mindennapjainkban. 1970-es évektől számoljuk igazán a környezetvédelmet, ugye, amikor azért rádöbbentünk, és az első nagy nemzetközi egyezmények megszülettek, és tényleg a világ elfogadta azt, hogy bizony képesek vagyunk átformálni a Földet, és nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, és hát ugye elindultunk, legalábbis megpróbáltunk egy jó irányba indulni, az akkori politikai elit elég komoly nagy egyezményeken viszonylag jelentős célokat tűzött ki, alapelveket fogadott el, elővigyázatosság elve, megelőzés elve, szennyező fizet elve, és hát most azt mondjuk, hogy azért itt több mint 50 év eltelt, tehát azért 50 év táblatába mérleget lehet vonni, és itt állunk ugye a földnapján, ami ugyanúgy akkor került meghirdetésre, és hát azt kell mondani, hogy a legtöbb indikátor azt mutatja, hogy ez nem sikerült. Vetően azt, hogy rengeteg hulladékot termelünk, az, hogy a levegő minőség ugye romlik, ezek általában a legismertebb dolgok. De az, hogy a biodiverzitást, tehát azt a természetnek a sokszínűségét, az élővilágot hogyan tesszük tönkre, hogy a talajaink hogyan degradálódnak, és ennek milyen következményei vannak. Az, hogy az egyes rendszereket csak külön-külön kezeljük, sosem rendszerben és ökoszisztémában gondolkodunk, ez azért szépen lassan megmutatja magát. Megkérdeztük a környezetvédelmi szakértőt, hogy mennyi időnk van, ha nem változtatunk gyökeresen a szokásainkon. Nagyjából hasonló szinten maradnak a kibocsátásaink, nem tudjuk a gazdaságot gyökeresen átalakítani, hanem úgymond ebbe a fenntartható vagy fenntarthatatlan fogyasztói társadalomban maradunk tovább, akkor bizony nagyon rosszak a kilátásaink. Tehát 2050-re már bőven elérjük a 2 fokos felmelegedést, inkább a 2,5 fokot, és az évszázad végére pedig egy 4 és 5 fok közötti felmelegedés prognosztizálható, ami így a legtöbb ember számára meghúzza a vállát, de azért ezt úgy kell elképzelni, minthogyha akár a mi testőmérsékletünk is a normál 36,5-ről 40,5-re 41-re emelkedne. Tehát az a határ annak, ami még egyáltalán az életben maradást jelenti, tehát teljes mértékben a mezőgazdaság degradálását jelenteni, állandó szélsőségeket, de nem olyan mértékben, amit most ismerünk, hanem jóval nagyobb mértékben. Tehát egy szóval teljesen átalakulna a világ. Nyilván ezt meg kell előzni. És a kutatások egyértelműen azt mondják, hogy most 2030-ig dől el. Tehát minden egyes forgatókönyv ugye elindul egy irányba, mondom, itt több százezerre kell gondolni, nem az, hogy egy tudományos társaság 4-5 forgatókönyvet felvázolt, hanem minden közgazdaságtani intézet, társadalomkutatói intézet, stb. Megcsinálta a saját forgatókönyvét, és azt látjuk, hogy 2030-ba kezdenek el igazán szétválni. 2050-re már nagyon nagy különbségek vannak a forgatókönyvek között, és 2100-ra tényleg 3-4 fokos különbségek, felmelegedési különbségek is, és mindegyik forgatókönyvhez megvannak ugye a következmények, hogy mivel fog járni, és fél fokok is rengeteget számítanak. Néhány embernek a haszonér képes arra, hogy élővilágokat tegyen tönkre. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül az ember képes erre. Körforgás van, mindenkinek megvan a helye a rendszerben. Egyedül valahogy az ember nem akar beilleszkedni a rendszerbe, állandóan uralni szeretné azt. És ugye ez egy nagyon jelentős probléma. Mert minden egyes megoldásunk, mikor beleszaladunk egy problémába, akkor a megoldás, amit választunk, egy újabb problémát generál, és általában egyre nagyobbat. Tehát nekem az egyik kedvenc példám erre ugye a brómozott égésgátlók, amik arra vannak kitalálva, hogy a tárgyainkat kicsit a tűzzel szemben ellenállóbbá tegyük, ugye tűzvédelmi, tűzmegelőzési intézkedés, kevesebb lakástűz legyen tőle, mert lassabban gyulladnak be a bútorok, a kisebb szikráktól már nem kap azonnal lángra. Ami nagyon jól sikerült, tényleg valóban kimutathatóan csökkent a világon a lakástüzek száma, csak igazából azzal nem számoltunk, hogy ezeknek a brómozott égisgátlónak milyen élettani hatása van.
ugye kimondottan egy ideg méreg az idegrendszerre hat, most pedig olyan bútorokkal, ruhákkal, textilekkel vagyunk körülvéve, amik mind ezzel a bromozott égésgátlóval kezeltek, és csodálkozunk, hogy a gyerekek között jóval több a hiperaktív gyerek, azt, hogy az emberek stresszesebbek, idegileg nem bírják, hiszen folyamatosan egy idegméregnek vannak kitéve. Nagyon kevés emberre találkozok, aki már 5 évnél messzebb mer gondolni, vagy egyáltalán akar gondolni. Az átlagember napról napra, hónapról hónapra él, de még a középvezetők is azt látom, hogy egy évre előre tervez és gondolkodik. Tehát az, hogy valaki 5 év vagy annál nagyobb távlatba gondolkodjon, az nem jellemző, sajnos. És hát ugye ebből fakad ez, hogy mindig a rövid távú haszon az, ami fontos. Számomra nagyon szomorú, tehát én azért ebben a szegmensben dolgozok környezetvédelmi szakértőként, és ugye pont az, amiről az elején kezdtük, hogy a 70-es években elég komoly szabályokat, célokat, elveket, alapelveket fektettek le, és én azt látom, hogy ezeket egyre jobban próbálják eltaposni, kikerülni, és eljelentékteleníteni. Tehát arról szól az egész, hogy már egyáltalán nem az elővigyázatossága fontos. Pedig a jogrendszerünk, igazából a világ, tehát az ENSZ egyezményekből fakadóan, amit egyszer aláírtunk, kezet fogtunk, akkor azt betartjuk. Tehát egy tisztességes ember az betartja azt, amit aláír és megfogad. Eltelt 50 év, és világosan látszik, hogy nem tartottuk magunkat az egyezményekhez. Ki fogja felelősségre vonni azokat a vezetőket, az emberiséget? Alapvetően a természet. Tehát semmi más nem történik, mint most, hogy a természet elkezdett minket felelősségre vonni. Ugye vannak azóta újak, tehát most pont ezeket az alapegyezményeket nagyrészt felülvizsgálták, illetve új egyezmények születtek. Ugye 2015-ben a Párizsi Egyezmény, ugye ez a régi éghajlatváltozási keretegyezménynek igazából egy újra gombolt változata. Ugyanígy ugye a fenntarthatósági célok, az ENSZ fenntarthatósági célok és a fenntarthatósági egyezmény. Tehát próbálkozunk. Én azt látom, hogy az ENSZ és az ENSZ intézmény rendszere sokkal előrébb jár gondolatokba, mint mi. Tehát ők valóban már egy teljes gazdasági átalakításról beszélnek, és abszolút keresik ennek a megoldásait. Nem félnek kimondani, hogy itt 2050-re teljes mértékben át kell alakítani a gazdaságunkat, és azt is mondják, hogy ez meg fog történni. Nincs más választásunk. Tehát itt azt kell megérteni, hogy tényleg 2050-re teljesen átalakul. A mostani piacvezető cégeknek a több mint a fele már nem fog létezni. Egyszerűen eltűnik. Vagy teljes mértékben átalakul. Az életmódváltás indokolt. A boltok polcain található kínálat 70-80% felesleges, és gyártásával szennyezi a légkört. Viszont ugye egy kicsit bonyolultabb, illetve inkább az, hogy időtávban más. Tehát, hogy amit 20 éve kipöfögtünk, annak érezzük most a hatását. Tehát még amit most pöfögünk ki, annak még nem is érezzük a hatását. Tehát azt kell tudni, hogy az már a légkörben ott van, de még csak majd, mit tudom én, 10-15-20 év múlva fogja igazán érzékeltetni. Úgyhogy hát nem sok időnk van.